Gyálon a Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskola növendékei, valamint Dóka Attila és Kovács Sára Zina adott adventi hangversenyt, amelyre kicsik és nagyok egyaránt sokat készültek. A gyermekkar adventi műsora előtt a város első embere köszöntötte a megjelenteket, majd az első gyertyát is a polgármester gyújtotta meg. Nagyon várom a karácsonyt. Lehetne mondani, hát a polgármester miért várja ennyire a karácsonyt? Én szeretem a havat, szeretem a forralt bort, a gesztenye illatát és magát a gesztenyét. Szeretem a mákos beiglit, persze a diósat se vetem meg. Szeretem azt a sok finomságot, étket, amit ilyenkor a hölgyek elénk tárnak. Nem szeretem, amikor összeveszünk a fenyőfa díszítés közbe a gyerekekkel, vagy éppen a családfő a feleségével, vagy éppen az utolsó pillanatban még zárás előtt még gyorsan el kell ugrani egy kis sóé vagy borsér. Ezeket nem. De ugye a karácsonynak van más, meghittebb, szép oldala is. Mi az, amit én javaslok önöknek, ha megengedik? Egy pár dolgot. A napokban, múlt héten csütörtökön barátaimmal jártunk Egerbe, ittunk forralbort, ettünk gesztenyét, mert ott már volt, és hazafele zenét hallgattunk az autóban, mint egy-másfél órán keresztül. Egy barátunk fölvállalta ezt a diszkós dolgot, és a rockzenétől kezdve a komolyabb zenéig sok mindent meghallgattunk. És mire hazaért, nem aludtak el a kocsiba, hozzáteszem, én vezettem, tehát ez már egy jó dolog volt, és tudtunk beszélgetni is közben, és mire hazaértünk, nem akartak kiszállni a kocsiból. Tehát azt jelentett, hogy jól érezték magukat. Tehát javaslom önöknek is, mint ahogy itt a hölgy az előbb is mondta, sok zenét hallgassanak, mindegy, hogy miért, hallgassanak ezekben az időkben zenét, egyébként is azért a hétköznapjaikban. Aztán csináljanak olyan dolgot, amit már nagyon régóta szeretnének. Én elmondok egy történetet önöknek, igaz, nem karácsonykor volt ez, hanem szilveszterkor. Már nyáron elkezdtem mondani a barátaimnak, hogy barbecue party lesz nálunk. Egyszer a polgármester úr mondta, hogy megy barbecue partira. Mondtam neki, hogy hova mész. Többiek mondták, hogy nálad is szokott olyan lenni, csak te nem tudsz róla. Tehát a kerti partira meghívtam a barátaimat, és kérdezték, hogy mikor lesz. Mondtam, hogy december 31-én. Képzeljék el, nagyon jól sikerült. Kint sütöttünk roston, én nem győztem sütni. A férfi emberek kapkodták el, a hölgyekben téheztek, meg mindig valami követ mindig jött, hogy lesz már ennivaló, lesz már ennivaló. És egy másfél-két órán keresztül kint nagyon jót beszélgettünk. Én azt gondolom, ez is egy olyan dolog, amit az ember nem csinál a hétköznapjaiban. És eldöntöttem, miután láttam ma egy szemlegénykét, aki ekkora hóembert épített, hogy én gyalog jövök ide ma, szolidaritásból, mert biztos fázott már, mire ezt elkészítette. Úgyhogy biztos nem tudja, én szolidaritásból gyalog jöttem, de jól esett, jó volt a friss levegő, sétáljanak sokat kint a levegőn, bizonyára remélhetőleg lesz idejük is erre. És még egy dolgot hagyd mondjak el, most értettem meg a szüleimet a napokban. Amikor én megnősültem, akkor mi úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy a Szentestét azt együtt fogjuk tölteni, ketten. És a napokban a lányom bejelentette, hogy a Szentestét együtt fogják tölteni a barátjával. Már nem él a lakásunkban. Kicsit rosszul esett, megmondom őszintén, mert jó sok időt töltöttünk így Szentestével együtt,
És aztán eszembe jutott, hogy hát én is ugyanezt tettem. Ez az életrendje. Ne sértődjenek meg, hagyják a fiatalokat, hagy szálljanak ki. És a gyerekeket viszont hagyják, hagy játszanak az ajándékokkal. Áldott békés karácsony ünnepeket, és nagyon boldog új évet kívánok mindannyiuknak. A gyertyagyújtást követő adventi összeállítás részeként a 26 éves Kovács Adrián Operettszínházi zenei munkatárs, karmester és színművészeti főiskolán is tanító művész 2 éve született szerzeménye, majd Dóka Attila és Kovács Sára Dízma karácsonyra hangolt műsora is elhangzott. A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékei december 19-én 18 órakor a Bartók Iskola aulájában adnak karácsonyi hangversenyt.